világon annyi jó belevaló csaj van. Mikor lesz már egy normális csaj? Ha? A külalak, a látvány, az alap. Nálad van a gyógyszered? Azt hiszem, igen. Igaz, hogy egy egész falu van itt a víz alatt? Ne légy balfasz. Ez egy másik gen. Megérkeztünk. Isten éltessen, Szabolcs. Ez mától a tiéd. Ez az ennyi? Tiéd. Tiéd. Anyától mit kaptál? Na mit? Lófaszt. Azt kaptál. Annyi pénzt kapsz a felújításra, amennyit csak akarsz. Neked csak kérni kell, érted? Csak kérjél. Menj már, menj. Azt akarom, hogy büszke legyek rád, érted? Azt akarom, hogy mutasd meg! Mutasd meg a kurva életnek, kinek a fia vagy. Képzel ezt a faszkalap, hogy csak így ide ugat. Maradsz! Ki a fasz vagy, tajra amuszítod a kutyát? Dodoka! Vissza! Karesz fia, védve van. Hogy is hívnak? Koppány. Tökös gyerek vagy, te látszik, karcsi fia vagy. Gyere, megiszunk valamit az egészségedre. És te mivel mesterkedsz? Apád mellett ügyködsz. Vettem majd egy benzinkutat. Azt rendezem. Hát akkor én vagyok a te embered, koppány. Az a legfontosabb, hogy gyors tartó, érted? A megfelelő emberrel. És hogyha most leszünk üzlettársak, akkor kedvezményt is kapsz. Tudod, mind a késekkel. Egyet fizetsz, kettőt kapsz. A hátadba. Nem tudom, még elég a kezdetén vagyok. Én segítek neked. Meg fogom mutatni, hogy hogyan kell befektetni. De láthatatlanban nincs üzlet. Fiúk, pattanunk! Dodoka, miért fel terepet? Te itt maradsz. A szótár nálad van? Igen. Na, akkor vedd el ügyesen, mert kikérdezem a végén. Na, gyere vissza. Na! Dobjuk fel a hangulatot ma este az én mémot, Vane DJ-t! Na, megfogod, mint a faszomat, és így nyomogatod. Na. Te nem, te igen. Te jöhetsz.
te nem. Neked más dolgod van. Te igen. Ebből a szarból akarsz te nagy bizniszt csinálni. Szeretem az ilyen hagyatott helyeket. Sok-sok szép emlékem van. Dodóka, de mi a picsát keres egy lány a benzinkúton? Egy hajléktalan lakott itt, amíg apám ki nem rakta. Képzeljétek, apám azt mondja, hogy az öreg elkezdett sírni. Kopány! Nem érdekelnek a személyes drámák. Gyere, gyere! Nem, te kimaradsz. Te jössz, fiú! Jaj, nem. De. Ez benne van a megállapodásban. Fehér varázs. Vigyázz a fiúra. Mi a dolgod? Vissza! Te gyere velem! Jó, mi a tesó? Mi a szúrja? Ellenkeznek a kurvák. Így jó. Még lennék. Dodóka, te jössz. Szia, apu! Képzeld, megvannak az első embereim. Ébresztő koppány, fiú. Nem aludni jöttünk. Ügyes kutya. Jó van.
maradsz. Koppányfiú, most jön az én szülinapi ajándékom. Addig kölcsön fogom venni a kutyusot, be fogom mutatni egy lánynak, jó? Hercegét ne bántsátok, Léci. Neked bent van dolgod. Căsuța vocală a abonatului 0741959. Dodoka, idő van. Én azt láttam, hogy a csajt megölted. A benzinkutat felgyújtottad, és utána felakasztottad magad. Figyelj! Egy évig a rabszolgám leszel. Oké? Oké vagy nem oké? Oké. De ugye nem gond, kis köcsög. De ez nem csak ilyen ígérgetés, hanem tényleg a rabszolgám leszel.
Ugye érted, hogy ez mit jelent, kis köcső? Akkor most el fogom neked árulni a zseniális, hogyan tüntessünk el kinyírt kurvát Tibi módra receptet. Ásul az épület mögött egy jó mély gödröt, és a kurvával ügyesen kibilled az okot. Szépen megtaposod. Jó keményre döngöröd a földet rajta. Vágod? Igen. Aztán oda vonszolod a segged a kibaszott kocsithoz, kirántod belőle azt a nálad ezerszer fajtisztá a kékfülű buzi kutyádat, majd ízlés szerint kinyírod. Vágod? Ne csináljuk ezt. Nem csináljuk, hanem te csinálod. Beteszed őt is a gödörbe, és a maradék földet szépen elteríted rá. Nem kell cifrázni. Csak annyira szép is, mint amennyi kiáll egy faszopó szőrös kedvencének. Nagy síremlék nem kell, csak egy kis kereszt. Nem lesz ebből zarándi kell. Hátralévő életedben a kutyát sírjánál nem lesz sem építkezés. Sem egyéb dolgok miatt nem fogják feltúrni a földet. Mert teszel róla, hogy mindenki megtudja. Itt nyugszik drága kicsi koppány egyetlen szőrös kis kedvence, akit nem szabad távolgatni. Herceg, gyere szó! Gyere itt! Ne, herceg, ne, nézz ide! Nézd meg! Jó! Ügyes! Dodókat, gyere ide! Mióta vagy te rabszolgá? Kb. Másfél éve. Ezt a napot ne felejtsd el, mert ez a nap az igazi születésnapod. Isten éltesse! Koppány! Mától te Dodó vagy. Dodóka. Ja, most nem vagyok elérhető, kérlek, hagyj üzenetet, vagy hívj később.